Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Ma esti vendégem Németh István Miklós, a Magyar Kultúra Lovagja, a Krajcáros Alapítvány kuratóriumának elnöke. Tisztelettel köszöntelek, örülök, hogy megtiszteltél bennünket. Én is üszöntöm. Most a Magyar Kultúra Lovagja címről annyit, hogy ez egy rendkívül értékes, nagyon-nagyon fontos elismerés. Fontos azért, mert egy olyan kuratórium áll az élén, akik nagyon odafigyelnek arra, hogy csak azok kaphassák meg, akik az egyetemes és magyar kultúrát is őrzik, segítik, és ráadásul teszik ezt folyamatosan, tehát nem ad-hoc alapon, ha úgy tetszik, nem akciók keretében, hanem egy-egy sajátos programon belül. Hát nyilvánvaló, hogy ez egy fantasztikus elismerés. Köszöntelek minden egyes Székesfehérvár és mindenki nevében, aki ismeri és tudja, hogy a Krajcáros Alapítvány nagyon sokat tesz azért, hogy a nemzeti összetartozás, és nem csak az évében, hanem mindig megvalósulhasson. Kezdjük a Krajcáros Alapítvánnyal, hiszen 1993 óta a kuratórium elnöke vagy. Honnét jött a gondolat egyáltalán, hogy a rendszerváltást követő negyedik esztendőben egy ilyen szakmai szervezet, hiszen ezt bátran hívhatjuk szakmai szervezetnek, élére állj? Hát azt gondolom, hogy a 90-es évek eleje nem csak a mi szempontunkból, hanem az egész magyar társadalom szempontjából egy nagy vízválasztó volt, és hát az akkori törvényi szabályozások tették lehetővé, hogy megalakuljanak újonnan civil szervezetek, alapítványok, és mivel a mi érdekszféránkban nem volt ilyen, akkor az önkéntes partnereimmel, katonatársakkal úgy gondoltuk, hogy hozzunk létre egy ilyen alapítványt, ami az alapító okirata szerint egy igen széles működési körrel van fölruházva, és hát ebben a szervezetben gyakorlatilag az elmúlt most már lassan 30 évben, 30. évbe lépünk, rövidesen mindig voltak a időszakok, amikor súlypontoztuk a tevékenységet. Hát 2002 után kezdett egyre intenzívebbé válni a hadisírgondozó tevékenység. Elsősorban külföldön, Isonzó, Doberdó térség, és kicsit később a Felvidéken. Igen, mert nagyon-nagyon fontos ez az időszak számunkra. Méltatlanul elfeledtük mi az első világháborús hőseinket, a második világháborúsról nem is beszélve, hiszen ez közvetlenül az úgymond nagyon is idézőjeles felszabadulás után volt, tehát a második világháborút követően egy olyan társadalmi rendszer alakult ki, amely ezt nem tette lehetővé. Titokban lehetett ezt csinálni, és nagyon-nagyon fontos volt, hogy ti az elfeledett katonahősöket, mind az első, mind a második világháború, az a hazánk, a hazaoltárán elhunytakat megbecsülve elkezdtétek keresni. És ez nyilvánvaló, hogy a teljes Kárpát-medencei magyarság érdekeit szolgálta, abban az értelemben mondom az érdekeit, hogy nagyon fontos, hogy azért a nagyapáink megkapják a kellő tiszteletet és becsületet, és ahogy említetted, a második világháború és első világháború különböző hadszínterein, mert itt az urivi áttörés áldozataira is gondolhatunk, de kezdjük talán az első világháborúval, hiszen az imént még a beszélgetésünk elején mondtam, hogy nagyon-nagyon megviselt jó néhány embert az, hogy a 100 éves, a trianoni 100 éves évfordulón nem tudtuk méltósággal köszönteni, nem köszönteni, hanem emlékezni erre és felidézni mindent, mert azért a pandémia beleszólt. De viszont vissza kell térnünk 2018-ra, hiszen a második világháború befejezésének centenáriuma is egy fontos időszak volt. Igen, az első, vagy akkoriban, ahogy hívták a nagy háború, az egy maradandó 4 év, majdnem 5 év volt a magyarság történelmében, és én azt gondolom, hogy egy olyan időszak volt, amit katonai értelemben, szemszögből nézve
semmiképpen nem szabad feledésbe merülni, hagyni. Egyrészt, mert a nagy háborúnak az olasz frontján, az orosz frontján nagyon sok magyar katonai szervezet, közte fehérvári alakulatok is harcoltak. Másrészt pedig azért nem, mert akik ott katonáskodtak, azok mind a korunktól függően a ma élő nemzedéknek nagyapja, dédapja, ükapja volt. És én úgy gondolom, hogy akik a hazájukért életüket adták, de ha sikeres esetben haza tudtak jönni, akkor is megjárták azt a poklot, amit én úgy gondolom joggal nevezünk pokolnak. Nem szabad róluk elfeledkezni, sem a családban, sem társadalmi szinten. Ez mindenképpen kellett alázat, ugye? Nem különben egy olyan szakmai munka, amely lehetővé tette, hogy egyre több hősi sírt, és itt bejön be a hadisor gondozás is, szárnyaitak alá vehessetek, és emlékezhessetek. De mit kellett tenni ezért a hétköznapokon? Megvolt-e a kellő háttér ahhoz, hogy ezt a munkát úgy folytassátok, ahogy az önkéntességből fakadóan teljes gőzzel, ugyanakkor eredményesen? Hát nyilván a kezdet az sok kis apró lépcsőfokból indult, és mindig egy-egy feladatnak veselkedtünk neki. Hát legelőször még 2000 elején egy, nevezzük, kegyeleti túra volt a Doberdó térségbe, a Honvédség Társadalom Baráti Kör égisze alatt, és hát akkor megtapasztaltuk, hogy a Doberdónál jeles esetben Vizintiniben lévő kápolna milyen állapotban van, az ottani katonatemetőket milyen módon ápolják az olasz, illetve a szlovén térségben a szlovén emberek, hivatalok, és hát elsősorban legelőször a vizintini kápolna volt az a motiváció, ami alapján elindultunk. Hát abba mi közvetetten voltunk jelen, de lényegében 2009-re, majd 10 év távlatára eljutott odáig, hogy az a létesítmény felújításra került, és 2009 május végén a Hősök napján az akkori köztársasági elnök részvételével felavatásra került. Hát közben azért nekünk is voltak különféle programjaink, ötleteink, de ez nem feltétlenül a nagy háborúhoz kötődött, mert jártunk mi Erdélyben a Albesti Fehéregyháza településen, ez ott van Segesvár mellett, ahol a Petőfi kultusznak igen nagy hagyománya van, ott például kopjafát helyeztünk el, és oda többször eljutottunk. Aztán 2010-ben Kazinczy Lajosnak készítettünk szobrot, szintén Erdélyben, Székely keresztúron lett elhelyezve. De visszakanyarodva a nagyháború gondolatához, ott az első jelentősebb tevékenységünk 2006-7-8-ban volt Szlovéniában, a Bohintó mellett van egy picike település, az ottani turista paradicsomban Ukancnak hívják, és ott van egy olyan 290, azt hiszem 6 fő katonának a nyughelye, jérű szolgáló sírkert, amit akkor szintén úgy gondoltunk, hogy ideje volna rekonstrukció alá vonni. Hát először egy fából készült emléktáblát, információs táblát helyeztünk el, magyarul bevésett szöveggel,
következő évben lecseréltük a fejfákat, újra gravíroztuk a neveket, és ez a temető kicsit azért volt ikonikus jelentőségű kezdet számunkra, mert ebben a temetőben a nagy háború korszakára visszakanyarodóan Arad, Temesvár, Nagyvárad, Ungvár, Prága és hasonló térségnek az ezredeiből elesett katonák nyugszanak. Tehát Felvidék, Délvidék, Kárpátalja egyként. Igen. Ugyanakkor hát természetesen van néhány orosz hadifogoly, és van olasz katona is, és nyilván szlovén származású katonák is vannak. A halott katona nem ellenség, tudjuk régről. Így van. Nos, az elmúlt esztendő viszont a nemzeti sorstragédiánk 100. évfordulójának jegyében telt. Én azt hiszem, hogy ez a Krajcáros Alapítvány számára is fontos, hiszen a nagyvilágégés, amikor erről beszélünk, az két esztendővel később teljesedett be számunkra. Annak ellenére, hogy a koronavírus járvány ezt megakadályozta, de nyilván nagyon sok emlékezés tette lehetővé, hogy egy kicsit odafigyeljünk már erre a 100 évvel ezelőtti történetre. Igen, szintén azt kell, hogy mondjam, hogy hát a nagyháborúnak egy végkifejlete volt ugye a magyar társadalomra máig ható tartalommal bíró trianoni események, és hát erre az egész Kárpát-medencében az ebben a témával elkötelezett szervezetek, magánszemélyek igyekeztek odafigyelni, fókuszálni. Hát sajnos ez a Covid kicsit keresztbe húzta számításainkat, mivel sokszor az úgynevezett tömeget igénylő rendezvények nem kerülhettek megtartásra, és hát a mi esetünkben 2019. szeptemberében indult az itt Székesfehérváron egy úgynevezett emlékezet hangja akció, aminek a lényege az volt, hogy a fekvő katona hősi emlékműnél minden este, mint egy hagyományteremtő célzattal megszólaljon a takarodó dallama. Olyan szándékkal, hogy ebből legyen egy hagyomány végkifejletként, de a napi emlékezet besújkolása egy kicsit az emberekbe, ma élő fehérvári lakosokba, hogy hát az innen elszármazott polgárok közül milyen sokan lehették halálukat a már felsorolt frontszakaszokon. Az ő névsoruk az emlékmű mögött lévő bazilika altemplomában van a falakra fölfestve, és mivel ez egy kicsit sajátos helyzet a más településekhez képest, ahol többnyire kívül az oldalfalakon vagy a különböző tereken lévő emlékműveken olvasható ezek a névsorok. Itt nálunk ugye viszonylag ritkán lehet látni ezeket a neveket, és én azt gondolom, egy kicsit ez is ott benne van, hogy az emberek elfeledkeztek erről a sok-sok névről. Én azt arra figyeltem fel az elmúlt esztendőkben, hogy rendkívüli méltóság és felelősség kíséri ezeket a megmozdulásokat, és ez annak is köszönhető, hogy én azt hiszem, hogy a Krajcáros Alapítvány társra lett, vagy fordítva, a Honvédségi Társadalom baráti körben, illetve a Pákozdi Katonai Emlékparkban. Hiszen így összetartozik, és ahogy nézegettem, ugye beszélgettünk itt a fekvő katonáról, de nyugodtan mondhatjuk a Zicsi-ligetben az első világháborús, második világháborús katonai emlékművet, a lovas szobor emlékművet, tehát egy csomó olyan kegyhely van, amit bőségesen látogatnak, és akkor nem beszélünk a temetőkről, amelyek
azért a Honvédség és Társadalom Baráti Körnek és a Krajcás Alapítvány segítségének megújulhatnak, mármint azok a katonasírok, amelyek azért méltatlanul elfeledettek. Ez így jó, ez a csapat így együtt? Természetesen. Annál is inkább, mert ugye a lényegisége ennek, hogy önkéntes munkatársak azok csak akkor tudnak tartósan együtt dolgozni, ha valamilyen módon mindenkit megérint ennek a témának a szellemisége. Az előbb felsorolt más szervezetekkel együtt dolgozunk most már nagyon sok éve, de az együtt dolgozáson túlmenően megtapasztalható az is, hogy a tagsági viszonyok átfedéssel jelentkeznek. Tehát ugyanúgy, ahogy én az alapítvány kurátora vagyok most már 1993 óta, úgy a HTBK-nak is alapító tagja vagyok 1995 óta. Ez a tagsági személyi átfedések nem csak rám, hanem sok más partnerünkre, tagságunkra vonatkozik, és hát én úgy gondolom, hogy ez is egy olyan motiváció, hogy összekössön bennünket a tevékenységek során is. Igen, most én amellett még arra figyeltem, hogy egyre több fiatal csatlakozik. Miként sikerül megnyerni őket, hiszen ez nagyon-nagyon fontos számunkra. Talán a legfontosabb volna. Én személy szerint is, és egy jelentős partneri körünk igazából már az életének a kenyere javát megette, ahogy szokták mondani. Nagyon fontos érdekünk fűződne ahhoz, hogy ezt az általunk képviselt értékrendet valamilyen módon átörökítsük a következő generációkba. Ahogy nekünk a hadisírgondozó programjainkban, a Felvidéken, az olasz térségben, amit évente általában 1-2-3 turnusban tudunk megejteni, forrásunktól függően, minden alkalommal jelen vannak az utóbbi években középiskolás diákok és fiatalok. Nem csak Fehérvárról, hanem az ország más városaiból, településeiről is, és itt is kialakult egy olyan törzsgárdának nevezhető csoport, akik már valamikor tavaszodván érdeklődnek, hogy na akkor az idén mikor és hova tudunk menni. Van a fiatalabbak nemzedékben olyan is, aki nyilván már dolgozik, nem iskolába jár, ő a szabadságát szokta arra az időszakra beállítani. Hát a többi ilyen partnerszervezetünknek is nagy dilemmája ez, hogy hogyan tudja a fiatalokat bevonni, és én úgy érzem, hogy én türelmetlen ember lévén lassúnak tartom az ütemet, de ha jól végig gondolom és odafigyelünk rá, akkor azért érzékelhető, hogy a HTBK-nál is szépen lassan ilyen eszkalációs technikával azért megjelennek a fiatalabb korosztályba tartozók is. Igen, ami nagyon-nagyon fontos, hiszen ne feledjük, és kell, hogy szó essék a II. Világháború hőseinek megbecsüléséről. Én azt gondolom, hogy a Donkanyar emlékkápolna méltó módon idézi meg, és nem különben természetesen a Katonai Emlékpark is, az ulivi áttörés hőseit, a visszavonuláskor elhunytakat, és mindazokat, akik hadifogságban vesztették életüket, vagy tértek haza. Ez is egy nagyon fontos. Hogyan sikerül ezt átörökíteni, hiszen itt most csak sorstragédiákról beszélünk, holott majd természetesen röviden, de szó esik arról is, hogy azért vannak kevésbé tragikus történtek is. Hát a Doni kápolna létrejöttének
illetve annak a gondozása és a rendszeres programok tekintetében, ott ugye mi közvetlenül nem vagyunk érintve, de közvetetten természetesen igyekszünk ott lenni, jelen lenni, megemlékezések alkalmával, és úgy gondoljuk, hogy amilyen módon szerény eszközeinkkel erre lehetőség van, akkor igyekszünk is ezt népszerűsíteni, nem csak itthon, hanem határainkon túl is. A Doni Kápolna körül zajló megemlékezések, ugye január 12-e plusz-minusz néhány nap időszakában aktuálisak, amikor igen kemény hideg idő, olykor esős, jeges időszak van azért nálunk is, de természetesen ez nekünk mondható így, hogy kemény időszak, mert azért az Zurichi áttörés térségében az akkori télen ennél sokkal, de sokkal nehezebb és kegyetlenebb időjárás uralkodott. Ennek a korszaknak is már azért az emlékezet őrzésében odáig jutottunk, ugye, hogy lassan az a nemzedék is ki fog halni, vagy már kihalt, akik részesei voltak azoknak a rendkívül kegyetlen küzdelmeknek, amiben én úgy gondolom, hogy a magyar katonákat mindenkinek a családi kötődésén túlmenően az ízlésének és különféle világról vallott felfogásának megfelelően csak azt tudjuk mondani, hogy a katonák helyt álltak. Csodálatos könyveknek lehetek birtokosa, a Krajceros Alapítvány jó voltából. Azt hiszem, a könyvkiadás az egy olyan szegmense ennek az egész történetnek, ami példaértékű. Most egy olyan könyvet mutassunk be röviden, amelyet most vehettem a kezembe, Ecsettel a békéért. Ebben pedig öt ország 141 művészének olvasom 640 festményéből álló album jelent meg. Csodálatos. Én bízom benne, hogy ezt majd be fogjuk tudni mutatni, de én azt gondolom, hogy hogy sikerült meggyőzni, és itt még ezt hadd mutassam meg, hiszen a békegalamb az mindig fontos számunkra, a hősök a halottak árnyékában is. Hogy sikerül megjelentetni egy ilyen igényes kiadványt? Köszönöm az alkotók nevében is az elismerő szavakat, és hát itt mindjárt az a meghatározó elem ennek a dolognak, mint ami a mi munkánknak, ahogy kezdtük, és az önkéntesség elvére épül, hogy öt országból 141 alkotó volt, aki az általunk kezdeményezett projekthez 2013-ban csatlakozott. Legelőször itt Székesfehérváron Simon M. Veronika volt az a művészpartnerünk, aki felvállalta ennek a szorgalmazását a művésztársai körében, és 2014-ben mintegy 60 festményből volt az első kiállításunk itt a Fehérvári Tiszti Klubban, amire akkor nagyon úgymond büszkék voltunk, hogy hát egy év alatt milyen sok portrét sikerült az akkori katonai hősökből elkészítetni festményformájában. Hát az akkori 60-ból ugye most már megtízszereződött a képek száma, amivel eddig 60-nál több településen, jó részt külföldön, Lengyelországban, Szlovákiában, Erdélyben, és hát természetesen itthon különböző kiállításokon volt módunk. Hát nyilván nem a 600 alkotást, hanem egy-egy alkalommal 60, 120, 130 festményt tudunk a terület befogató képességétől függően közreadni, bemutatni, amelyekkel a megnyitókat általában összekötjük egy-egy emlékezet
őrző, idéző tevékenységgel. Tehát például helytörténész előadást tart, hogy az adott település hogy van érintve, hogy volt érintve a nagy háborúban. Katonanóták, versek előadásával színesítjük a megnyitókat. És hát ugye ez így hirtelenében könnyű mondani, hogy hát a magyar nyelvi környezetben ezt viszonylag egyszerű megoldani. De Szlovákiában és Lengyelországban ez már egy kicsit nehézkesebben megy. De szerencsére azért segítségünkre vannak olyan partnereink, mint Homonnán Anna Simkulicova, aki magyar származású és magyarul beszélő partnerünk, egyben festőművész is, és így a fordítási nehézségeket át tudjuk hidalni. De Gyóni Géza nevét is meg kell említenem, akinek megtaláltuk a verses kötetét, hogy ha jól emlékszem, tizenvalahány nyelvre, ha nem is az egészet, de egyes verseit lefordították, és akkor egy ilyen gesztus is például nagyon jól illeszkedik ebbe a megnyitóba, amikor magyarul előadjuk Gyóninak például valamelyik versét, az egyik szintén híres, csak egy éjszakára, vagy a halkabban járjon, aki él, és akkor ezzel párhuzamban megszólal, mondjuk szlovákul, ugyanez a vers. És ezek az alkalmak is mindig lehetőséget kínálnak, hogy valamilyen módon szélesedjen a partneri körünk. Ez egy nagyszerű történet, így van. Ennek az albumnak ez volt a folyománya, hogy eljutottunk különböző városokba, Lengyelországban is nagy szeretettel fogadták ezeket a programokat, és mindig akadt egy-két-három festő, aki úgy gondolta, hogy csatlakozik ehhez a, most már talán mondhatom azt, hogy mozgalomhoz. Igen. Mert azért egy ilyen nagy számok tükrében már azt gondolom, hogy lehet így is nevezni. És hát a végén létrejött ennek az albumnak a megjelentetése, ami én azt gondolom, hogy elsősorban azoknak a művészeknek az érdeme, akik letették a kézjegyüket egy-egy festmény formájában. No, én azt gondolom, hogy nem csak az ő érdemük, természetesen ne feledjük a Krajcáros Alapítványt sem. És azt se feledjük, hogy tehát ismét bebizonyosodott, hogy az ítészek jól döntöttek a Magyar Kultúra Lovagja cím odaítélésénél, amelyet egyébként azért mondjuk meg a nézőknek, hogy a Hősök napján fogja átvenni májusban. És én ehhez kívánok önnek jó egészséget, önnek, a csapatának, mindenkinek, mert hogy én azt hiszem, hogy soha nem volt nagyobb szükség arra, hogy önök képviseljék azt a nemzettudatot, ami néha bizony elkezd hiányozni nekünk. Köszönöm, hogy megtisztelt. Én köszönöm a lehetőséget és a meghívást. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Mai vendégem Németh István Miklós volt, a Magyar Kultúra Lovagja. Kísérjék figyelemmel műsorainkat továbbra, és köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!